Köszöntöm kedves vendégeinket, kedves tagtársaikat a mai alkalommal, amikor Bene Attila tagtársunk fog előadást tartani egy nagyon érdekes témáról, az Asperger beteggel, ami önmagában is egy különleges jelenfajta, vagy legalábbis számára különleges, de ennek kapcsán nyilván egy csomó más dolgot is meg fogunk tudni, aminek bányászati vonatkozásai vannak és kötődnek a numizmatikához. Egy kicsit puskáztam, mert elnéztem a kéziratban, hogy jobban hívózás, mert ez minden fog elhangzani, de akkor majd egyszer lehet olvasni. Átadom a szót Attilának, és érdeklődve várjuk ezt a témát. Köszönöm szépen, én meg elnézést átmegyek a túloldalra, hogy tudjam nyomkodni a gombokat. Az előadás címe tehát az, hogy ismerkedjünk meg az Ausbeiter veretekkel. Ezek a veretek... Azt csináltam. Melyik nyíl? Májol. Oké. Ezek a veretek leginkább német specialitásnak számítanak. Német nyelvterületen készült szinte az összes, bár végül is tudunk róla, hogy a világ más részén itt is, ott is elvétve készültek ilyenek. Felvezetőként Kacskovics Lajosnak az Alsó Magyarországi Érzmévelésről szóló könyvéből írtam egy rövid mondatot, rólunk röviden, ehelyett valamit közleni annyi, mint egy díszteremben pislogó méccsel világítni, legfeljebb azt tűn neki mellette, mi gazdag az egész anélkül, hogy egyes részét ki lehetne ismerni. Elég lesz talán a körülmények szűkéhez alkalmazva a külön nemeit csak általjában érintenem. Hát ez arra céloz, hogy én gondoltam, hogy erről egy előadást tartanék, itt a klubban ezt jó ötletnek tartották, elkezdtem keresni, és az Istennek nem akartam az egyre újabb izgalmas információk végére érni, amikor elkezdtem utána kutatni, úgyhogy ennek a vége az lett, hogy messze szétfeszítette egy ilyen egyórás előadás kereteit a dolog, de azért én ehhez az időhöz tartani fogom magam, tehát nem fogok mindent elmondani. Csak a legizgalmasabbat. Német nyelvterületen igen nagy irodalma is van ezeknek a pénzeknek, és készült olyan munka, ami alapvetően a bányászatból kiindulva a német nyelvterületen található bányászati emlékeket dolgozta fel, amiben aztán szép számmal bekerültek az érmek. Mindjárt itt az egyik legrégebbi emlék, a freiburgi székes egyház 1320-ban készített olomüveg ablaka, ahol szemmel láthatóan egy bányász kuporog egy aknába és bőszen fejti a ezüstércet. Mint hogy a művészet egyik kiemelkedő terepe abban az időben ugye az egyházművészet volt, nem meglepő módon a másik nagyon jó példa, ami a bányászatot a kezdetektől, már úgy írtam a kezdetektől, hogy akkoriban a bányászatot úgy értették, hogy a fém érc felfedezése, annak a kitermelése, tehát a bányatudományoknak ez a földtani része mellett még beletartozott ugye a kohászat, és utána az éremverés, a pénzítés is. Itt a képen egyébként jól látható jobb oldalt, mint a pénz készül az éremből, de hát ezen a képen látható a bányászat, kohászat sok egyéb momentuma is. Ebben az időben érezték szükségét annak, hogy még az őseikre hajazva, de mindenképpen most már valamilyen írásos formában ezt a tudást tovább örökítsék utódaikra. Több könyve is megjelent már ebben az időszakban, ami a bányászattal foglalkozott. A legismertebb és talán az egyik legátfogóbb olyan, amit azt lehet mondani, hogy utána jó 200 évig a bányászok és a bányászat tudományával foglalkozók forgattak, az Georgicus Agricolának a Dere Metallica 12 kötetben megjelent műve volt. 50-nél több kiadást ért meg. Ez a könyv nagyon népszerű volt. És nagyon jó. És miután itt egy olyan helyen vagyunk, azért most már próbálok érmet is mutatni. Ez II. Ágost Szászt választó fejedelem tróna lépésének egy emléket állító ón érem 1733-ból. Az éremnek több érdekessége van, az egyikre itt hivatkozom is, ez egy kronogram, tehát a körszövegben kiemelt számokból, római számokból lehet az évszámot szépen kihámozni, ebből jött ki az 1733 is, de ami miatt számunkra ez érdekes, és egyértelműen bányászati tárgyú érem az, hogy a hátlapja ábrázolásán látható egy tájkép,
Persze a tájképben csupa olyan dolgot lehet látni, ami a bányászati tevékenységgel összefügg, tehát például bánya mérők méricsgélnek az érem bal oldalában. Egy lójárgány látható középpen egy ilyen kis sátorszerű építményben, hogy ne hagyjanak minket kétségbe, mindjárt ilyen félig metszett, félig látképszerű a dolog. És természetesen a föld alatt ott nyüzsög a sok kis bányász, amint termeli ki az ércet. És aztán persze azt is lehetne mondani, hogy ha arra hivatkozok, hogy ez régtől valakom, én nem a rómaiakkal kezdtem. Hát jelentem, a rómaiaknál egyesek szerint igenis voltak Ausbeite érmek, bár ez a mai napig szakmai vitákat generál. Minden esetre az egész biztos, hogy vannak olyan érmeik, amin egyértelműen lehet olvasni olyan feliratokat, hogy metalli ulpiaini pannoniti, metalli delmatici. Ez azt jelenti, hogy pannoniai vagy dalmáciai fémből, kitermelt fémből készült éremről van itt szó. A vita akkörül mozog, hogy ezek bágyabárcák voltak, vagy rendes forgalmi pénzek. Hát ezt a mai napig persze nem tudták eldönteni, de ezen nagyon jól elvitatkozgatnak a tudósok. Egy biztos, az ábrázolások miatt elkezdték őket kategorizálni, és olyan jellegzetességeket vettek rajtuk észre, ami a szövegen kívül egyértelműen utal magára a fémre is. Ugye ez az úgynevezett fémisteneknek az ábrázolása. És hát azt figyelték ki, hogy ezek csak egy meghatározott területéről származnak a birodalomnak, jellemzően az Illír provinciákból, és csak egy meghatározott időszakból, itt 4 császár soroltam fel, gyakorlatilag csak tőlünk ismerünk ilyen érmeket. Hát most, hogy a kötelező latin futamot letudtuk, vagy ókori futamot letudtuk, akkor most azért próbálok mondani egy pár szót arról, hogy mik is ezek az Ausbeite veretek. Hát ezek olyan speciális veretek, amik a bányászati vagy bányavereteken belül helyezkednek el. Ugyancsak német területen, nem meglepő módon, hiszen a bányászatnak, a bányászati iparnak igen nagy hagyományai voltak náluk, és lehet talán mondani, hogy Közép-Európában, vagy hát Nyugat-Európának ezen a keletebbi felén ők voltak azok, akik ezzel legelőször és legkomolyabban mondhatni iparosított formában foglalkoztak. Az érem hagyományaik igen gazdag érem ábrázolási repertoárt mutatnak, és ebbe innentől kezdve értelemszerűen belekerült a bányászat is. A bányaveretekről úgy szintén rengeteg könyvet írtak, igen jó összefoglaló munkák is születtek, egy szép történeti folyamat is kimutatható, hogy ez kialakult. Mindenesetre azokat tekintjük ilyen bányászati vagy bányászvereteknek, amely érmeken, medálokon, pénzeken valamilyen felirat vagy ábrázolás, esetleg ezek együttese utal arra, hogy bányafémből készült az érem, és valamilyen kapcsolata a bányászattal van. Hát persze tudjuk, hogy minden fém valamilyen szinten bányából került ki. Itt nyilván azokról az érmekről beszélünk, amik a közvetlen kitermelést követően az ott kitermelt fémből készültek, és erre utalnak. A első mű, ami tudományos igényel foglalkozott a bányászati veretekkel, Karl Ritter von Erstnek 1885-ben megjelent kötete volt. Ő még csak 4 fő csoportba sorolta az ilyen tárgyú érmeket. Nagyjából 100 évre rá jelent meg Karl Müzerelnek a Berbau Geprége című könyve, ami egy hatalmas, tulajdonképpen magángyűjteményt dolgoz fel, ami a mai napig egyébként létezik Németországban, már nem magángyűjteményként, de azért megvan. Ez a gyűjtemény azon kívül, hogy nagy és széles, tehát minden, szinte minden körét és a világ minden tájáról tartalmazza a bányászati tárgyú érmeknek, alkalmas volt arra, hogy ezen végigmenve és az elődök irodalmi tevékenységét megismerve igen szépen tudja kategorizálni ezeket az érmeket, amit aztán néhány évre rá egy Lothar Schumacher nevű úriember még egy kicsit csiszolt. A végleges felosztás végül is 6 fő területet különített el, a bányapénzeket, a bányamedálokat, a bányazsetonokat, a bányabárcákat, a mosott aranyvereteket és a nem pénzszerű bányászati darabokat. Én most itt egyenként nem mondom el még az alábontást is, hiszen végül is a előadásnak egy része az első területen, a bányapénzek körében ezeket részletezi, a többiekről meg egy-egy kép szerintem itt éppen elegendő lesz. Hát a bányapénzek. Mint a nevük is mutatja, ezek kimondottan a pénzforgalomnak készültek. Hát persze azért tudjuk a mostani gyűjtői gyakorlatból is, de azért ez régen is így volt, nem most találták ki, hogy a pénzek egy része bár pénznek készül, de azért mégse a készpénzforgalomba kerül ki. Keveset vernek belőle, ezért ritkák, kimondottan ajándék jelleggel, tehát ilyenek is vannak, de azért jó pár olyat is fogunk közöttük találni, illetve hát a többségük ténylegesen olyan lesz, ami a forgalomba kikerült. 3 fő típust különítenek el ezek között a németek. Az Ausbeite Münzen
címszó alatt én ezt úgy fordítottam magyarra, hogy a hozampénzeket, ez lesz a tulajdonképpeni előadástárgya. A Bergsegentalereket, vagy magyarra fordítva, ennek sincs még eddig magyar fordítása, az áldástallérokat, ez egy szűkebb terület a hozampénzeken belül. Tehát az első kettő tulajdonképpen ilyen értelemben igazából összevonható lenne, és van egy harmadik, ezek a bányászati vonatkozású pénzérmék. Na hát ez az összes többi pénzet jelöl, ami valamilyen bányászati vonatkozás megjelenik. A képen egy szép három márkás látható, ezt a német császárság, a második német császárság idejében verték, és porosz természetesen. Vannak aztán a második nagy csoportban a bánya medálok. Hát ezek között is vannak Ausbeute, vagy hát hozamveretek, a hozammedálok. Vannak aztán az egyéb bányászati vonatkozású medálionok, és még itt is van egy nagyon érdekes terület, aminél a mai napig nem lehet eldönteni pontosan, hogy pénz vagy emlékérem, mert mind a kettőre utaló jelek vannak rajta. Ezek az úgynevezett súlyos veretek és szemlei érmék, bányászati ábrázolásokkal, mert hát van olyan is persze, ami nem bányászati jellegű ábrázolások vannak, tehát önmagában a lőzerek vagy a Schaumünz elnevezésű darabok, azok a német irodalomban egyébként is előfordulnak, nem csak bányászati ábrázolásokkal. Itt a képen látható négyszeres súlyú tallér azért érdekes, mert a lanttal álló alak jobb és bal oldalán a háttérben egyébként bányászati tárgya ábrázolás van, innen nézve jobbról éppen egy ilyen lóhajtány látható, azzal a kis házikóval. Vannak aztán a bánya zsetonok. Na, ezeknek millió fajtája van. Az egyik fajtája az ajándékpénz, vagy ahogy a németek mondták, még ajándék fillér, sőt, hívták úgyis, hogy furcsa pénz. Azért hívták így, mert jellemzően nem ezüstből, aranyból készültek, hanem valamilyen gyengébb anyagból, részből, ha nagyon igényesek voltak, bronzból, néha omból, és valamilyen jeles alkalomnál a nép közé ezt, mint a kis cukorkát kiszórták, ezzel vásárolni nagyon nem lehetett, de az emberek eltették emlékbe, és ha elő-elő szedték, vagy megvolt egy idő után, még eszükbe jutott, hogy miért kapták ezt, és akkor biztos nagyon boldogok voltak. Most nekünk gyűjtőknek ez külön öröm, ha egy ilyen előkerül, manapság az ilyen sokszor ritkaság számba megy. Aztán a másik nagy terület a bányabárcák. Itt még külön érdemes megjegyezni a felsorolt hat terület mellett, hogy vannak az igazoló jegyek, a szállító jegyek, az ellenőrző jegyek, amire egyébként épp az előbb kontrollmárkán, ugye épp az előbb kaptam egy érdekes észrevételt, hogy megtévesztő a szó. Megtévesztő, vagy mégse, ezt nem is tudom, mert ha egy érmet felülütnek, ugyanez a kontrollmárke kifejezés használatos a németbe, holott maga az érem ott már megvan, csak valamiért jelölünk rajta egy másik fontos dolgot. Ugyanakkor ezek az ellenőrző jegyek olyan formában is megjelentek a bányába, hogy valamely tevékenység elvégzésének ellenőrzésére, vagy például a bányába való leszállásnál ezzel lehetett látni, hogy valaki leszállt, hogy az ő ellenőrző jegye ki volt akasztva arra a bizonyos szögre. Tehát tudták, hogy hányan vannak nem például az aknába. Ilyen szerepe is volt. Vannak aztán a bánya pénz helyettesítők, vannak a számláló pénzek, ezek a rehenfenikek, amit talán többen is ismernek, és a verdemester érmék. Hát ezeknek mind különböző szerepe volt a bányászati tevékenységben. Itt inkább csak az a probléma, hogy nálunk a bánya pénz, mint fogalom, gyakorlatilag a bányabárcákkal azonos. Tehát nem a német terminológiának megfelelően terjedt el, hanem egy sokkal szűkebb területre alkalmazzuk a bánya pénzt, ami egyébként a németben sokkal nagyobb, vagy bányászati pénzt, sokkal nagyobb területet fed le. De hát ez most már biztos így marad. Mutatok néhány példát ezekre a bányabárcákra, nem csak németet. A felső két képen angol nyelvterületről látható egy-egy ilyen bányatóken. Az alsó kettő közül a bal oldali egy számláló pénz, a jobb oldali az egy verdemester jegy. Münzmeister jeton. Azok németek voltak. A mosott aranyveretekre azért nem mondok semmit, mert majd később nagyon jó képeket fogok róla mutogatni és mesélek is. És hát a hatodik terület, ez a bizonyos nem pénzszerű bányászati daraboknál, ez a keresztapán mondaná, csigaszeg és árvalányhaj. Tehát minden, amin valamilyen bányászati ábrázolás van, és jellemzően nem is fémből készült. Tehát nem, még azt sem mondhatnám, hogy rendesen valami plakettnek lehetne nevezni. Tehát németeknél van ilyen bőrből, préselt szénből, kerámiából, meg ami éppen a kezük ügyébe akadt. Az a lényeg, hogy a téma az a bányászattal valamilyen kapcsolatban legyen. Hosszú felvezetés után eljutottunk odáig, hogy megpróbáljam megmondani, hogy még akkor mi is ez az Ausbeute veret. Magyarra úgy fordítanám, talán
elég velős, hogy elterjedjen esetleg, mint elnevezés, hogy hozamérme. A hozamérme lényeg az, hogy a minden bányászati tevékenység során ugye fémet, ércet termeltek ki, amiből fém lett. Itt jellemzően ugye a mi esetünkben ezüstről, aranyról beszélünk, hiszen a korabeli pénzanyag alapvetően azért ez volt. A bányászati tevékenység, mint bármilyen termelő tevékenység, befektetést igényelt. Annyiban különbözött a bányászat a korabeli tevékenységtől, hogy ez nagyon nagy befektetést igényelt. Az európai kapitalizálódó gazdaságnak ezek voltak az első olyan helyei, ahol a tulajdonképpeni részvénytársaságok megszülettek. Egyszerűen, mert olyan költségei voltak ennek a dolognak, hogy egy ember, lehetett ez akár sokszor maga az uralkodó, és egyszerűen képtelen volt ennyi pénzt előteremteni és folyamatosan finanszírozni ezt az őrülten költséges tevékenységet. Viszont ha jól ment a bánya, és jó ércet ütöttek meg, jó telért ütöttek meg, akkor ez azért igen nagy nyereséggel is tudott járni. 4-20% közötti nyereséget tudtak produkálni ezzel. És ha valóban volt nyereség, akkor a tiszta nyereséget, tehát a minden költség levonása után fennmaradó fémet, ha kiverték éremnek, és ez az érem utalt a bányából származó fém eredetére, akár képpel, akár szöveggel, ezt nevezzük Ausbeute, vagyis hozamveretnek. Tehát csak a tiszta hozam erejéig így kiverhető érmeket nevezhetjük annak. Miért alakult ki vajon ez a speciális típus, amit gyakorlatilag Európában máshol ebben a formában egyáltalán nem ismerünk? A képen látható a német-római birodalom, és ez a német-római birodalom egy nagyon egységes entitásnak tűnik így elmondva, a gyakorlatban ez egy rendkívül heterogén államalakulat volt. A vesztfáliai béke, mint nagy választó időpont előtt, gyakorlatilag meg sem tudják mondani, hogy hány részből állt. A veszali béke az igen nagy mértékben lecsökkentette a német államok számát kb. 140-re. Tehát ennyien voltak akkor a birodalomban. Ezek között voltak királyok is. Egy, ugye addig a cseh, aztán szép lassan ügyeskedő német fejedelmek máshonnan szereztek maguknak királyi címeket. Illetve hát tulajdonképpen a birodalomnak volt egy királya, a mindenkori német király, aki általában előbb-utóbb elvonult Rómáig azért, hogy szerezze magának egy császári koronát, tehát ez a két címe elég jelentősen elkülönült egymástól, nem is egy időben szokták ezt megszerezni, sőt volt, amelyik német-római császár a fiát már gyorsan megkoronáztatta a német királyá, hogy biztos legyen a buli, mert ugye akkoriban szokás volt választani a király, de ezt senki nem szerette, csak ha már túl volt rajta, előtte ez mindig egy ilyen sok esélyes ügy volt. És ebben a birodalomban minden kis államocska a maga kis szuverenitását őrizte, aminek az egyik legfontosabb jele az volt, hogy saját pénzt veretett. A saját pénz verését pedig olyan mértékig művelték, hogy egy idő után valamilyen szinten kezelni kellett ezt a rengeteg birodalomban forgó pénzt, egységesíteni legalább egy kicsit, és ezért az éppen aktuális német-római császár úgynevezett birodalmi pénzrendeleteket adott ki, amit mindig egy birodalmi gyűlés is megelőzött, ahol a fontos kérdéseket megvitatták. És ezek a birodalmi rendeletek összesen három ilyen született 1521-ben, 51-ben és 59-ben, szép fokozatosan azt lehet mondani, hogy jogi alapra helyezték a dolgot, ugyanis amiatt, hogy ilyen drága volt a bányászat, próbálták ösztönözni a bányászatot. És ennek az egyik kézenfekvő módja az volt, hogy a uralkodó megengedte, hogy azok, akik bányát művelnek, bányát tartanak fenn, a saját pénzüket ne kelljen kötelezően bevinnie a királyi váltó helyekre is beváltani, és ezek gyakorlatilag a 10%-os adó lerovása után a pénz kiverésért járó további százalékot meg tudták takarítani. Ez 4-10% közötti összeg volt változóan a korban. Ez már sokszor jelentett akkor a hátteret az ügyben, hogy ezért érdemes legyen egy bányát nyitni például és műveltetni. El is kezdték ezt sokan. Na de hát úgy látszik az ő gondolkodás mondjuk a mai magyar mentalistástól azért annyira nem különbözött, tehát ott is előbb-utóbb felmerült mindenkiben, ha van egy kis ezüstje, akkor bánya nélkül is megpróbálja azt pénzé verni, megúszva ezt a bizonyos kötelező beszolgáltatási, illetve kényszer árfolyamon való beszolgáltatási kényszert, elkerülni az adót, és ezért bekerült a második birodalmi pénzrendeletbe az, hogy azok verhetik csak pénz, akik tisztesen művelik a bányát, és aztán némi panaszkodás után, mert ugye a szászrendek elkezdtek panaszkodni a császárnak, végül az is bekerült, hogy ennek megkülönböztető jegyekkel kell szerepelni. Na hát ezek a megkülönböztető jegyek voltak azok, amit a bányászatra utaltak. Ez volt a konkrét megkülönböztetés, ami miatt ezt lehetett csinálni. Az a bizonyos panaszlevél tartalmazta ezt a mondatot, ami ezt az egészet végül is az 1559. augusztusi gyűléssel
ezt a problémát lezárta, hogy azonban némelyek, kik bányát birtokolnak, bírván ekképp a pénzverés jogát is, ugye ezt a korábbi rendelet megadta, visszaélésüket kívánnák palástolni azt a látszatot keltvén, hogy tudniillik ott helyben sajátjukként verik a máshonnét vásárolt, vagy egyebütt fejtett aranyat s ezüstöt. Magyarán ezzel azt a bizonyos 4-10%-os kényszerbeváltási, vagy hát pénzéverési királyi díjat próbálják, vagy adót elkerülni. A fogalom azzal együtt a mai napig nem tekinthető teljes mértékben tisztázottnak. Két ellentétes álláspont viaskodik egymással. Erre itt egy példát is hozok. Ezek az úgynevezett András tallérok. Persze nem csak tallér, hanem azért kisebb címletekben is a tallérnak a tört részében is megjelentek ezek. Mindenesetre a dolognak a lényege az, hogy Szent András a maga kis rekvizitumával, a keresztjével áldogál rajta, és a Szent András Berg alatti bányákból bányázták ki. Ez egy nagyon gazdag ezüsttartalmú ércet bíró környék volt. Rengeteg bányát nyitottak ott, és két nagy periódusban irdatlan mennyiségű ezüstöt termeltek ki. Na most itt már megindulnak a viták, hiszen egyesek szerint az, hogy Szent András szerepel az érmeken, ez egyértelműen a bányára utal, hiszen ezek csak onnan származhatnak, ahol ugyebár ezek a bányák voltak, és abból az ezüstből. Na de erre sokan azt mondják, hogy Szent Andrásnak semmi köze nincs a bányákhoz, arról a hegy van elnevezve, ez egy közönséges egyházi jellegű ábrázolás, amiből tucatnyival lehet találni mindenféle német érmeken mindenféle mást is. Van persze egy olyan sorozat is ezekből az érmekből, ahol a Szent András Berg fel van írva, tehát azoknál ez a vita mondjuk kevésbé érdekes, de mindenképpen ez megosztja már a vitatkozó feleket. Erre aztán jött egy elmélet, hogy egyesek szerint ez a kereszt önmagánál többet is mutat, mert ezek a furmányos németek valójában a bányára utalnak, mert hogy a két főjárata ennek a bányának egymást ilyen nem 90 fokban, hanem egyéb szögben keresztezte, és hogy valójában képletesen az a kereszt önmagán túlmutatva a bányára is utal. Hát én ennek aztán hosszasan, ez nagyon jól hangzik egyébként ez az elmélet, mert több bányára jellemző volt, hogy két fő vágatot nyitottak, és a két fő vágat általában keresztezte is egymást, és ezek ki tudja miért, biztos nem tudtak normális derékszöget csinálni, általában ilyen szög alatt keresztezték egymást. Na de ez a nyomorult bánya, ennek tizenvalahány szintje volt a 17. század végére, nagyon mélyre lejutottak, és nagyon jól dokumentálták a németek ennek a bányának, kivételesen igen jó anyaga található meg az interneten, és én végignéztem, soha egyetlen pillanatig nem állt fenn, hogy két fővágat egymást így keresztezte volna, ami a kereszt alakot kirajzolja. Össze-vissza furták azt a szerencsétlen hegyet, már olyan volt, mint a sajt, de ez soha nem jött ki belőle. Tehát ez biztos, hogy nagyon jól hangzó, de téves elmélet. Aztán ezen is megy a vita, hogy ezek a bizonyos mosott aranyveretek, vagy fluszgold veretek, ezek bányászati veretek, vagy sem. Egyesek szerint ezek Ausbeute veretek, hiszen az aranyat kitermelve speciálisan csak annyit tudtak be, itt egyébként tényleg csak annyit tudtak belőle verni, amit kimostak és beszolgáltattak. Gyönyörű érmek készültek, ez egy külön történet a német pénzverésen belül, horror ritkák ezek a darabok általában. Ugyanakkor Müzeler, aki olyan szépen földolgozta ezt az egész anyagot, azt állítja, hogy aranyat mosni nem bányászati tevékenység. Nincsen benne se vésés, se fejtés, se hajtás, se robbantás, se semmi nincsen. Az ember odaáll egy ilyen edényel a víz szélére, és amíg reumát nem kap, addig ottan tekergetheti a vizet, és a szélére szedheti le az aranyat, ha van. Tehát egyesek a Ausbeute-veretnek gondolják, ugye, ami a legszűkebb teret. Müzeler azt mondja, hogy egyáltalán nem is bányászati tárgyú veret. Én bányászati tárgyanak tartom, mert ha nem tartanám annak, akkor nem mesélhetnék róla ilyen jókat. A történet egyébként ez is tipikusan német. Arról szól, hogy még a bajoroknál az 1600-as évek végén igen felvirágzott az aranymosás. Több folyó is van Bajorország területén, ami elég jelentős mennyiségű aranyat tartalmaz. Hát persze a jelentős mennyiségű nagyon relatív, mert az írás úgy azt mondja, hogy minden köbméter homokba vagy hordalékba 97% volt körülbelül a kvarchomok, a maradék 3%-ból gyakorlatilag egyébként egy köbméterbe körülbelül 2 gram aranyat lehetett állni. Ez nagyon-nagyon kevés. Tehát ha valaki tudja, a homoknak körülbelül a súlya az olyan 2 tonna per köbméter. Ehhez képest ebbe a 2 tonnába kell megkeresni ezt a 2 grammat. Ez körülbelül egyébként nagyon... Ez a tevékenység...
olyannyira nem egyszerű, hogy ez a két gram, ez körülbelül 20-tól 200 ezer, bocsánat, egy gram arany, mosott arany körülbelül 20-tól 200 ezer szemcse. Tehát nagyon-nagyon pici darabokba, ahogy görgeti a hordalékot a folyó, kimosódik belőle az arany, de nagyon-nagyon pici szemcsékbe lehet megtalálni. Azzal együtt a tevékenység mégiscsak nyereséggel művelhető, mert majd talán később még szóba kerül. Magyarországon például az erdélyi aranybányászat, amit úgy szoktak felemlegetni, mint az egyik jellemző aranybányászati helyet, körülbelül az 1700-as évek végéig az onnan kikerülő aranynak a túlnyomó többsége mosásra jött ki, és még az 1900-as évek elején is az onnan származó arany negyede mosásból származott. A mai napig lehet Erdélyben aranyat mosni egyébként, ha valakinek van türelme hozzá. És csinálták ezek szerint, mert igen szép érmek készültek belőle, itt négy különböző állannak négy különböző szebbnél szebb érme látható, mindegyik esetben az utalás ott van. A bal felső ábrán látható bajor képen, ugye egyrészt ott van látható az egy iszárgold lukát, hogy az iszár aranya, rá is van írva latinul. És a rajta látható képen a folyamat megtestesítő Isten alak egy ilyen nagy köcsökből borítja ki a vizet, ugye a kiboruló víz jelképezi magát az iszár folyót. Ezen a Hessen-Kasseli dukáton nem bonyolították sokat a dolgot, egyszerűen odaírták, hogy Edergold, az Eder folyóból származó arany. A Schwarzburg-Rudolstadti darabon meg egyszerűen, hol is van ott, szépen rá van a Schwarzburg-Stukát. Ja igen, ott látható a sasnak a kis farkincája alatt egy nagyon pici kis jelzés, ami egy az arany tisztításával kapcsolatos kis szerszám, illetve a Rheingold-dukáton a falci éremnél, ott pedig egyértelműen a város képe látható, és az előtérben éppen aranyat mosnak bőszen. A mosás aranykora. Érdekes módon ez a kis grafikon azt mutatja meg, hogy mennyi aranyat lehetett kimosni a maga idejében a rajnából. Hát átlagosan 10 évente körülbelül 8 kilót. És ezért megérte mosni. De látszik egy hatalmas nagy termelés felfutás, mondanám bányászati szakszóval, ami annak volt köszönhető, hogy elkezdték szabályozni a rajnát. És ezzel irdatlan mennyiségű hordalékot mozgattak meg a szabályozás kapcsán, amit elkezdett cipelni magával a folyó, és miután az apró szemű hordalék hordja magával a legtöbb aranyat, ezt mosták is. Erre egész falvak álltak rá. Ebben az időben 70-80 kilóra a csúcs, az 83 kiló volt, amit 10 év alatt ki tudtak belemosni, futott fel az aranytermelés, majd hirtelen lefutott gyakorlatilag nullára, befejezték a folyamszabályozást, elkészült az összes folyamszabályozó mű, és többet nem volt hordalék. Tehát nem cipelte a szokásos hordalékot a folyó, nem volt mit kimosni, azóta egyébként gyakorlatilag meg is szűnt ez a tevékenység ott, még szabadidős jelleg, és azt lehet mondani, hogy ma már senki nem csinálja. És miért mosták ezt az aranyat? Hát ugye az aranyat meg azért mosták, mert az így kimosott arany szemcse az általában 940-960 ezrelékes tisztaságú arany volt, tehát gyakorlatilag azonnal pénzé lehetett verni, tisztább volt, mint amit elő tudtak állítani a bányászati tevékenység végén a kohó tevékenységükkel, és a maradék fennmaradó 3-6% az gyakorlatilag tiszta ezüst volt. Hogy mennyire nem új ez a módszer egyébként, azt valószínűleg itt mindenki, aki itt ül, tudja, hogy az első elektronpénzeket, az első pénzeket tulajdonképpen Lüdiába csinálták, és ezek mosott aranyból készültek, ez elektron volt, ennek körülbelül a 20-40%-a változó, ez volt az ezüst, és a többi az arany. És akkor most mutatok egy példát, ugye példán keresztül tanulunk arra, hogy egy olyan igazán jól megcsinált Ausbeiteveret hogyan néz ki. Ez a darab, különösen szépen megcsinált érem, József Mária Benedik Fürstenberg kinzigtáli hercegnek a tallérverete, igen ritka, nagy hozama úgy látszik nem lehetett a bányának, mindössze 806 darab készült belőle. Nem lehetünk elég hálásak egyébként a németek pedantériájának, képesek voltak a legkisebb államacskába is feljegyezni az utolsó adatot is a pénzveréssel kapcsolatban, tehát náluk elég sűrűn előfordul mondjuk, hogy ebből az időszakból ilyeneket megtudhatunk, hogy összesen 806 darab készült egy éremből. Ezt az ezüstöt a Dél-Németországban a Friedrich Christian bányából bányázták,
németek imádnak rövid neveket adni, ugye ez a Grube Friedrich Christian im Hirbachtal bei Wilsbach bánya. Magyarra is lehet fordítani, ez a Hirbachtal melletti Wilsbachi bányából van, amit véletlenül Friedrich Christiannak hívtak. Ez valamelyik őse lehetett az érmen látható uralkodónak. Nagyon picin kis állam, hatalmas 86 négyzetkilométer volt maximális kiterjedése idején, de a szuverenitás fontos elejéme itt van, érmet verettek. A portré maga igen szép kidolgozású, de ezen az oldalon egyébként önmagában bányászattal kapcsolatban semmit nem láttunk. Azt lehet látni, hogy minden márkára 10 darabot vertek, ugye a Kölni márka volt akkoriban a pénzláb alapjául szolgáló súlyegység. Minden egyes Kölni márka ezüstből 10 darab tallért kellett verni, és hát a éremképpen maga az uralkodó látható. Hanem a túloldal. Na hát itt van topzódás. Először beszélek a jobb oldalon látható érem jobb oldalát mutató képrészletről. Mindenek előtt látszik az előtérben egy tárna száj. Szinte semmi különbséget nem mutat ahhoz, hogyha valaki elkezdi nézni mondjuk a magyarországi bányászatról szóló mondjuk a 100 vagy 150 évvel ezelőtti képeket. A bánya technológia addig szinte semmit nem változott, vagy alig-alig, amíg el nem kezdték komolyabban gépesíteni. Ez egy fával biztosított tárnaszáj, tehát ez működik. A hegytetőn fönn pedig valószínűleg egy olyan lójárgányt láttunk, amiről már beszélünk, ennek ugye az volt a szerepe, hogy takarítsák a tárnát. Tehát az irdatlan mennyiségű meddő, amit kitermeltek, és nem tudták a már esetleg felhagyott tárnarészekbe lehordani, azt ki kellett hordani valahogy, és ugye ezekben a nagyon szűk tárnákban, amikben a bányászok maguk is sokszor négy kézláb jártak, nagyon nem tudták ezt szállítani, ezért aztán a legrövidebb úton fölülről általában mindig hajtottak egy aknát, ami egyrészt levegőt is biztosított a bányának egy állandó szerűs, másrészt egy ilyen csigakerekes szerkentyűvel, amit lóval vagy sokszor kézzel, ez volt a motolla, kézzel hajtottak, onnan kiszedték mind a kitermelt ércet, mind a meddőt. A kép alján látható kis rész még érdekesebb, mert itt egy nagyon fontos szöveget lehet olvasni. A szöveg szó szerint azt tartalmaz, hogy ebbe a Friedrich Christian bányába az év harmadik negyedében kitermelt hozamból készült ez az érem. A bányászati tevékenységet jellemzően pont a nagy tőkeigényessége miatt nem éves szinten könyvelték és fizették ki, sem a bevételeket, sem a kiadásokat nem így könyvelték, hanem negyedévekbe, kvartalokba számoltak. Aki az érmet véste, elfelejtette, hogy egy Q betűnél egy farkinca is van, úgyhogy még egy kis hibát is találtunk a szövegbe. Ő valószínűleg nem ismerte a bányászati tevékenységet annyira, hogy tudja a szó jelentését ennyire. A hátlapi éremkép bal oldalán pedig a bányászati tevékenységnek a felszíni részei láthatók. Látható egy vízikerékkel meghajtott kalapácsos élzúzómű, egy közepes méretű, mert azt mondják a legnagyobbak sokszor 12 kalapáccsal működtek, a legkisebbek általában 3-mal. És mellette mindjárt látható egy ilyen rosta és szita sor, ahol a szétzúzott ércet mindjárt mosták, és ebből azt a zuzalékot mosták ki, ami az aranyat tartalmazta, és utána némi dúsítással mehetett a kohóba. Tehát ezen az érmen gyakorlatilag mind szövegesen, mind ábrázolás, képi ábrázolásban találunk valamit, ami egyértelműen a bányászati tevékenységre utal, és hogy ne hagyjanak minket kétségbe, szó szerint leírták, hogy a hozamból verték az érmet, még azt is, hogy ez a harmadik negyedévi. Sokféle érem készült, ezeknek egy speciális típus, amire már utaltam, az a bizonyos áldás vagy bánya áldás tallér. Ez igazából a hozam talléroktól csak a vagy hozamérmektől annyiban különbözik, hogy a németeknél még a középkorban megjelent az a, nem csak a németeknél végül is, az a fogalom, hogy a bányából kitermelt érc, az ebből készült aranyezüst tulajdonképpen a bánya áldása. És ezért aztán az érmekre elkezdtek ráírni mindenféle az áldással kapcsolatos szöveget. Itt az olvasható, hogy der Segen des Harzes, vagyis hogy a harci bányák áldása. Hát mondjuk ezért az áldásért jó verejtékesen megdolgoztak, de úgy tűnik megérte. Ez nem volt egyedi, tehát ez nagyon sok német államban ment ez a szövegelés. Ez például egy 100 tallér 1854-ből. Ez azért nagyon trükkös, mert sem az elő, sem a hátlapon nem olvashatunk erről semmit, de az érem perem verete egyértelműen erről szól. Segen des Bergbaues, vagyis a bányák áldása. Ez az érem két típusban létezik, ez a freiburgi bányászati
főiskola, később egyetemnek egy emlékérme, amit ebben a formában ezzel a körfelirattal ajándékként adtak. A normál éremnek a peremébe meg az van beleírva, hogy ez 2 gulden. Azt pénzként adták ki. Aztán vannak egészen különleges hozampénzek, amikre már az elején beszéltem, ezek a bizonyos szemle és jutalomtallérok, Schautaler, mondják a németek. Ezek pénzláb szerint készültek, de alapvetően nem a pénzforgalomnak. Tehát az a szokásos 28 g körüli ezüst, hogyha ilyen tallérméretet csinálták, és megfelelő tisztaságú ezüst benne volt, de valamilyen jeles alkalmat úgy örökítettek meg, hogy ezekből még 800 darab sem készült, és az megfelelő potentátoknak ajándékba adogatták. Az itt látható érem éppen Xavier Herceg, adminisztrátor által a Freibergi Bányászati Akadémiának veretett jutalomtallér. Tehát ez kimondottan jutalom szándékával készült. Nagyon bájos az érem, mert az egyébként bődületesen nehéz bányászati munkát itten gyerekek végzik, kis pucér gyerekek, hát nem, valami ruha van rajtuk, ezzel utalva arra, hogy hát nem is tudom, szóval éteri magasságokba emelve egyébként ezt a bődületesen nehéz munkát. Aztán mondom, hogy kivétel erősíti a szabályt, itt most néhány érdekes darabot mutatok az Ausbeiter veretek köréből. Azt ugye eddig is tudtuk, hogy ezüstből készült az ömök, ezért írtam, hogy ez már uncsi. Ami ebbe az érembe érdekes bal felül, hogy ez volt a legeslegutolsó darab, ami hivatalosan Ausbeiter éremként német nyelvtereten készült. Tehát 1871-ben, azt hiszem ez igen, 71-ben készült, attól kezdve többet Ausbeiter veret Németországban nem készült, és miután gyakorlatilag ők voltak az egyetlenek, akik ezt a műfajt művelték a világban sem. Az alatthal látható darab, az meg azért érdekes, mert ha csak a darabszámot tekintjük, akkor ez a világ legritkább Ausbeiter verete aranyból, összesen 2 darab készült belőle. Ebből a 2 darabból az egyik biztos, hogy egy múzeumban van, a másikról nem tudunk semmit. Nagyon-nagyon ritka. Pénzben gyakorlatilag ki sem fejezhető. A jobb felső darab, az meg azért érdekes, mert ugye eddig végig arról beszéltem, hogy általában nemesfémből verték, de azért van több olyan típus is, ami, ha nem is annyi, mint nemesfémből, de van több olyan típus is, ami ennél silányabb fémből készült, és ugye a egyleti tallérok idején azért az apró pénzek körében már, miután a bionérmékben is már olyan kevés ezüst volt, csak megjelentek a rézbronz apró pénzek. Ezért aztán, sőt már valamivel előtte is, ezért aztán részből erre az egy darabra, ezt az egyet ismerjük ebből az időszakból, szépen ráverték a Glückauf feliratot, meglehetősen ritka, de azért annyira ne ritka, hogyha valaki szára némi pénzmagot meg tudja vásárolni magát. Tehát ez a darab most a piacon kb. Olyan 100-200 euró. Tehát csak egy kis pici rész. Az alatta lévő darab, az még érdekesebb, igen igényes az ábrázolása. Az a pici kis német állam, Wied-Neuwied, ezt nem tudom hány négyzetkilométer, de szerintem 80-nál több se lehetett. Ez rendszeresen veretett bronz anyagból is Ausbeiter vereteket, és itt a képes ábrázoláson szépen látszik a hegytetőn egy motolla. Elmondom, mi az a motolla. Egy hosszú kötél, aminek mindkét végén van egy vödör, vagy egy, hát abban az időben nem csak ilyen vödörrel csöbörrel, hanem például marhából vart nagy őrült zsákokkal is húzták föl az anyagot. Azért van rajta 2, mert amíg egy telit fölhúztak, addig a másik végén az üres, az mindez szépen lement a bányába, és a motolát emberek tekerték. Tehát az azért ilyen kézikaros. Úgyhogy innen ered a motola szavunk, hogy jár a keze, mind a motolla. Ezt nem lehetett abba hagyni, mert ha abba hagyta, a súly lehúzta, és agyon vágta a mellette állott a pörgőkerék. Tehát nagyon veszélyes munka volt egyébként a motolla. Aztán jönnek a hozamvereteknek látszó tárgyak. Ugye ezek olyan érmek, amik azt hazudják magukról, hogy ők hozamveretek. Több fajtája van ennek is. Az első, amit itt mutatok, az azért érdekes, mert ebben a hercegségben, ez az előbb hivatkozott Wied-Runke, illetve az előbb Wied-Neuwiedre utaltam, ez a társhercegsége Wied-Runke, ott több ezüstbánya is működött, és rendszeresen vertek ebből hozamtalirokat. De erről konkrétan lehet tudni, pont azért, mert olyan jó a németeknél a könyvelés, hogy ez az érem, ez valójában nem a bányák hozamából származó ezüstből készült. Vásárolt ezüst volt, adóba hozták be, a fene sem tudja, de azért úgy verték ki, minthogyha hozamtallér lenne. A
A következő az még izgalmasabb. Hát ez egy külön történet ebben a kis anyagban, amit én összegyűjtöttem, több oldalon keresztül írok róla. Ez egy korabeli bűnügynek a rekvizituma. A bűnügy arról szólt, hogy a Kiper és Vipercejt idején, amikor a nagy pénzrontás volt, boldog-boldogtalan megpróbált pénzt verni, akinek ehhez joga volt, mert hogy a pénzrontással őrült nagy haszonra lehetett szerteni. És hát persze még többen voltak, akiknek nem volt pénzverési joguk, és örülten szerettek volna ebből a jó buliból részesedni, és ezért úgy tettek, mintha nekik lenne. Na ez a pénz úgy készült, hogy ennek a Somszi dinasztiának több ága volt, az egyik fele már megszerezte egy fél évszázaddal korábban a pénzverési jogot, de ez a két testvér, ez valamit rosszul csinálhatott, mert neki sose adtak ilyen jogot, és gondolták, hogy ebbe a hatalmas nagy pénzverési dömpingbe ugyan senkinek nem fog feltűnni, ha ők pénzt verettek, és arra hivatkoztak, hogy ők abból a pénzből verik az érmeiket, ami az ő bányájukból, mint ezüst kijön. Jelentem, ennek a hercegségnek egy fiaszem bányája nem volt. Soha. Soha. A német-római császár, ki tudja honnan, meg voltak a megfelelő emberek erre is, észrevette ezt az apró kis problémát, és perbe fogta a hercegeket. A per akkor is úgy ment, mint manapság. Jó 6 év múlva jutottak el odáig, hogy Bernhard Grófot beidézték a birodalmi ítélőszék elé. Ott aztán nem tudni, mi történt. A lényeg az, hogy 3 év múlva még mindig tartott a Ber, feltehetőleg annyira megviselte Bernhard Grófnak az idegeit, hogy szegényebbe belehalt, és ezek után az ügy ítélet nélkül lezárult, mert többet nem voltak ilyen. Mondanám, hogy hamis pénzeket verje, mert ez pénzkoholás volt, mert joga nem volt hozzá, de egyébként az érem tökéletes. Tehát ez ugyanúgy 28,6 g átlagában, tehát benne van, aminek benne kell lenni, csak hát éppen jog nem volt hozzá, hogy készüljön. És hát itt jön a legutolsó történet, egy kicsit riasztó ezzel a sok görbével, de és ez már a vége is a történetnek, vagy a vége fele járunk ennek a korszaknak. Ez a 100 bányáknak az ezüst termelését mutatja. 3 görbe látható azon a bal felső ábrán. Az egyik azt mutatja, az a piros görbe, hogy az adott évben mennyi ezüstöt lehetett azokból a bányákból kitermelni. Egyébként igen nagy mennyiséget, majd mindjárt látszik, hogy miért. Alul van egy pici sárga görbe, alig látszik. Ez a sárga görbe mutatja, hogy mennyi volt a tényleges hozam ebből. Az összes többi, a kettő közötti különbség az a költség volt, amit rá kellett költeni a bányára. És van ott egy olyan hektikusan ugráló kis kék vonal, az megmutatja, hogy ténylegesen ennek a súlynak megfelelően hány tallért vertek. Mert hiszen minden tallér egy meghatározott ezüst súlynak felelt meg. Tehát látszik, hogy a kettő nem fedi egymást. Azért, hogy jobban lehessen látni, csak ennek az alsó két görbének, a sárga és kék görbének azt a utolsó tartományát, ahol ez a hektikus ugrálás van, ezt kinagyítottam, és ott már szépen látszik, hogy körülbelül az elejéig a görbének, tehát hogy eddig, jól követi egymást a kék meg a sárga görbe, tehát annyi hozam tallért vertek, amennyi hozama a bányának volt. És utána hirtelen elkezd egymástól elszakadni a kettő, és láthatók ott olyan évek, ahol négyszer annyi súlyra, négyszer annyi ezüstöt vertek ki hozamnak, mint amennyi a tényleges hozam volt. És ez az utolsó görbe, ami jobb alul van, az meg azt mutatja, hogy milyen volt a bányának a kihozatala. Tehát, hogy egységnyi ráfordítással mennyi nyereségre tudtak szertenni. Hát látszik, hogy ez a kihozatal a 0,2% és a 6% között ugrál. Tehát ez a bődöletes munkával végül is 0,2 és 6% nyerességet lehetett elérni. Hogy ezt mégis miért csinálták, amikor még 0,2% volt? Hát azért, mert ebben a korban ugye még ezüst valutáról beszélünk, és muszáj volt az ezüstöt kitermelni ahhoz, hogy pénzé lehessen verni az egyre növekvő pénzforgalomnak, ami ezt igényelte. Hát ez az utolsó kép, látszólag semmi köze nincsen, vagy majdnem az utolsó kép a német nyelvterületről, hogy semmi köze nincsen mondhatni a pénzekhez, de ez nem igaz. 3 kuriózumról beszélünk. Az első, ami egy ezüst kockát mutat, aminek 1 méter 16 centi minden oldal hossza. Ez egy hannoveri hozam tallér, amit egyetlen évben 1855-ben 973 ezer darabban, majdnem 1 millió darabban vertek ki. Ehhez kellett 16,2 tonna ezüst, ez egy ekkora kocka lenne. Aztán a poroszok, akik időközben megették Mansfeldet, és rátették a kis szőrös mancsukat a mansfeldi bányákra, ezt nem hagyhatták annyiba, ezért aztán 35 éven keresztül évente egyformán 50 ezer darabot vertek ugyanabból a típusú éremből, csak az évszám változott rajta. Ez összesen 1 millió 750 ezer tallért jelent, ami 29 tonnányi ezüstöt igényelt. És hát a szászok, akik úgy gondolták, hogy ők sokkal kultúrnépebbek, mint a poroszok, ennél nekik valami nagyobbat kell mutatni, ők egyetlen egy tallér típusból 11 év alatt majdnem 2 millió darabot vertek, és ehhez 32 tonna ezüstre volt szükség. Bődöletes számok ezek, hogy egy kicsit közel hozzam
az érthetőséghez oda alá egy T-34-85 típusú harckocsit raktam fel, ennek a súlya pontosan 32 tonna. Iszonyatos mennyiségű ezüst. A németekhez tartoztak végül is az osztrákok is, mi meg hozzájuk. Náluk is megjelent az Ausbeute érmek verése, bár sokkal szűkebb körben, jellemzően a csehországi ezüst és aranybányákra alapoztak. A Jilove környéki bányák németül, ugye ott igen sok német élt, ma már nem annyira egyéb okoknak köszönhetően, a bányaművelést is a németek honosították meg azon a vidéken. Úgy nevezték a németek, hogy Eiler Bergwerk, vagy Bergland, vagyis Bagoly földe, és ezen a vidéken kitermelt ércre, vagy érzből vert érmekre eleinte egy baglyot és egy kis napocskát verettek rá, ez aranytermelésről volt híres ez a vidék. Ugye a bagoly utalt a bányavidék nevére, az aranyra pedig a napocska utalt, hiszen mindig is az arany jelképe a napocska volt. Ez az érem, sajnos ebből aranyat nem tudok mutatni, mert ez egy nagyon-nagyon ritka darab lenne, 5 dukátusba is verték, ez pedig az ottani patrónus Nepomuki Szent János mutatja, ez egy hiperaktív szent volt, mert állandóan felhőbe ábrázolták, ez a csehek nemzeti szentje egyébként, sokan a vízzel meg egyébben hozzák összefüggésbe, a gyakorlatban egyébként a hallgatása miatt tisztelik nagyon az egyházba. Kínhalált halt azért, mert nem volt hajlandó gyónási titkot elárulni az akkori német-római császárnak, aki mellesleg cseh király is volt, és a kínhalálnak a betetőzése az volt, miután nagyon gyötörték, hogy összekötözve beledobták a Prágába a... Mi folyik Prágába a... Igen, a völt a... És hát ő lett a csehek védőszentje. És átkeresztelték a bányavidéket, őt választották a vidék védőszentjének, és volt Nepomuki Szent János bánya is. És hát azon az érmen, amin ő megjelent, az abból a bányából származó ezüstből, illetve aranyból volt. Itt van, amit az előbb mondtam. A kocai bányából származ ez a... Eiler Bergrandban volt. A kocai bányából származó dukáton, ez egyébként magánveretű dukát, itt látszik a bagoly. Ez egy későbbi veret, itt már a napocska nem jelöli az aranyat, de anélkül is aranyból van, de a bánya vidékre a bagoly utal. Ismerős nép, Joachimsthal, ugye a tulajdonképpen Tallér szülőhelye, hihetetlen ezüst hozammal rendelkező bánya. A Habsburgok is veretek innen több Ausbeute veretet is. Végül is az éremképeken általában jellemzően ez úgy jelent meg, hogy a cseh oroszlán mellett a cimerbe, vagy a kettős cimerbe a bányavidék védő szentje, Szent Joachim látható. Van, ahol egyébként a szöveg is utal, majd mindjárt lesz egy olyan érem, ahol a szöveg is utal a bányavidékre. Így van, itt egy következő, ez az Annabergi bányából került ki. Ez nem a németországi, ez a csehországi Annaberg. Itt az éremképen a körfelirat, a hátlapi körfelirat egyértelműen tartalmazza, hogy ez a Szent Anna bányából hozamként kitermelt ezüstből készült felső ausztriai bányából kitermelt Ausbeute, vagy hát hozamérem. Ez is egy tallér. És hát, hogy legyen valami magyar vonatkozása is a dolognak, Kápláné Juhász Márta és Sudics Anna a magyar bányászati évezredes történetébe írt egy részt a bányászati tárgyú érmekről. Abban rengeteg érem szerepel, és ami különösen érdekes az az, hogy ők bevezették ebben a írásukban a szűzfém érem fogalmát. A szűzfém érem fogalmát azonban ők gyakorlatilag ezekkel a hozam vagy Ausbeute érmekkel azonos körnek vették, viszont adtak egy meghatározást, hogy szerintük ez mit jelent. Ez úgy hangzott, hogy a szűzfém szerintük Ausbeute érmeket új bánya nyitásakor, vagy az ellenségtől visszaszerzett bányából elsőként kinyert ércből vagy fémből verték. Ez még nem ellenkezik az Ausbeute fogalommal. Az én olvasatom szerint az ellenkezés abban van, hogy ez egy része lehet az Ausbeute vereteknek, hiszen minden olyan bánya, ami nem új nyitás alkalmából, de nyereségesen működik, verhette ugye ezeket az Ausbeute érmeket. Ez tehát egy igen érdekes és szép fogalom. Németek ezt nem ismerik, ez csak a miénk, de csak egy része a szűzfém érem a hozam érmeknek. Ferenc József időszaka, nálunk is ez volt az ilyen jellegű érmek verésének az alkonya, ugyanúgy, mint a németeknél ez az időszak. Három
olyan érem készült, ami egyértelműen Ausbeite veretként sorolható be. A felül ábrázolt érem az az 1000 méteres mélység elérése alkalmából készült a pribrami bányákba, és ez egy egyguldenes. Egy gulden súlyú, egy gulden méretű, az előlapi kép az osztrák guldenesekkel tökéletesen megegyezik, a hátlapi felirata az a bányászattal foglalkozik, és még egy bányászék és kalapács is a gyengé kedvéért megerősíti, hogy itt miről van szó. Az alatta lévő érem az egy nagyon ritka darab, az pedig egy két guldenes emlékveret, ami a Kuttenbergi katedrális, Szent Borbála katedrálist mutatja. Az éremképen látható kettős kalapács, illetve hármas hegy, sokak szerint ez már elegendő utalás, ez nem. Tehát ez a Kuttenbergi címernek csak egy része. Tehát ez még önmagában nem az utalás. Ennek az éremnek a peremverete az izgalmas, az van ráírva latinul, hogy Kuttenberg az államkincstár megújult gyámolítójának első hozama. Ez ugyanis azért van, mert a Kuttenbergi bányákat az osztrák állam irdatlan pénzek befektetésével ismét kitermelhetővé tette, mert akkor már egy ideje víz alatt voltak ezek a bányák, és nem tudták termelni őket, és az ebből kijövő kb. 15-20 évig tartó periódus, ugye utána követő 15-20 éves periódusban nyereséggel tudták művelni, és az első nyereségből ezt az emlékérmet verették. Én szerintem nagyon szép darab úgy egyébként. És hát ami minket érdekel. Az egyetlen magyar Ausbeite veret. Ez pedig az a bizonyos emlék gulden, amit nálunk a II. József altárónak, a Selmecbányai altárónak az elkészült alkalmából vertek. Összesen 400 darab készült ezüstből, ismert belőle aranyvelet is, erről nem lehet tudni, hogy hány darab készült, de van, és több rézleverettel is találkoztam már, ennek se lehet tudni, hogy végül is hány darab készült belőle. Ez gyakorlatilag ez az érem arra készült, hogy az ünnepség alkalmából, a megnyitó ünnepség alkalmából a jelenlévők, illetve azok, akik ezt valamilyen okból, presztízs vagy egyéb okokból kiérdemelték, ajándékként megkapják. Értelemszerűen ez volt az ezüstvereteknek a sorsa, az arany feltétlenül az uralkodónak jutott meg, talán még egy-két prominens személynek. Hát a bronzok azok meg mindenki másnak, akinek erre még futotta meg, ott sertepert élt a környéken. A darab maga egyébként mindenben megfelel a korabeli pénzszabályoknak, súlyában, egyebében, előlapjában. Tehát ez tulajdonképpen egy hozampénz, csak hát emlékpénz. És hát köszönöm a figyelmet, ha valaki türelmesen végigült, engem ezzel boldoggá tett. Köszönjük szépen, aztán az egy nagyon érdekes áttekintése volt ennek az igen szertágazó témának, és sok-sok érdekességet, és hát számomra meg különösen sok újdonságot is tartalmazott, de gondolom más is talált benne legalább ennyit, és hogy rendkívül jól illusztrált volna a téma, úgyhogy érdekesen volt előadó. Úgyhogy most szeretném megkérdezni a hallgatóságot, hogy hozzászólást képtessék. Engem zavar ez a hozamtalér elnevezés. Annak magyar nyelvi irodalomban nem találkoztam az Ausbeite tallérokkal. Ami német nyelvi irodalom volt, az egyértelmű definíció az volt, hogy ahol a származási helyet feltüntetik, vagy képben, vagy szövegben, és itt jön a párhuzam a fuszgold dukátokkal, ahol tudják, hogy az Izárból mosták azt az aranyat. Mert a nyeresség az a gedin a németben, és sehol olyat nem találtam, hogy a befektetett összeg meg a kitermelt pénz közötti különbségből verték ezt. És ez annál érdekesebb, mert a 19. században, te is mondtad, a szászok is, a poroszok is, nagyon szép számba verték, és százezres darabszámban, és a harmadik Frigyes Ágosnak megjelentek a tallérjai, és annyiban különböznek ezek a Ausbeite tallérok, hogy van egy plusz körirat, vagy a poroszoknál ott valahogy Zégedesz, Mansfelder, Bergbaus, de ezek több százezer darabba készültek, és akkor már állami vállalatok, állami pénzverő, állami bánya volt, tehát nem láttam az értelmét annak, hogy itt a haszonból valamit kivertek. Én ezt egyértelműen a magam eszével marketing célú megoldásnak tartottam, mintha azt írtuk volna rá az ötkoronásokra, hogy a körmözi bánya ezüstjéből készült, mert hogy akkor tudták, hogy ez egy jó anyag volt. Tehát ezért zavar számomra ez a hozam, nem tudom, ezt valahol
kifejezni irodalomban, vagy ez feltételezés, hogy az Ausbeuten most nem kitermelésnek, hanem hozamnak fordítjuk alatt, fordíthatnánk kizsákmányolásnak, és annak is ez a szó. Két válaszom van rá, az igen, meg a nem. Az igen az az, hogy igen, kifejtik több helyen is. Tehát több szerző is kifejti, hogy alapvetően hozamtallérként csak azt lett volna szabad kiverni, illetve helyén valóan csak azt verhették ki annak, ami hozamból van. A német nyelvterületen ezt szépen kifejtik. A nem az arra szól, hogy ezzel együtt az általam elmondott birodalmi pénzrendeletek önmagában azt nem mondják, hogy el kellene különíteni az adott bányában kitermelt és ez szerint megkülönböztetetten vert éremtől azt, ami a tiszta hozamból van, meg azt, ami úgy általában kijött, tehát a befektetés ellen tételeként jött ki. Tehát ennyiben ez nem igazolható, mégis elkülönítik egymástól a dolgot a német szakirodalomban. A válasz a kérdés második felére is, a propaganda, nem propaganda, az megint az, hogy igen, meg nem, mert itt is elkülönül két részt. Tehát nagyon jól követhető, amint ott a ábrán is mutattam, nagyon jól követhető, hogy körülbelül az 1850-es évekig tökéletesen követhető, hogy nem követték el azok a zsivány németek azt, hogy többet vertek hozam tallér címén, mint amennyi a tényleges hozam volt. Úgy csinálták. Majd amikor ezek a jól szervezett német államok egymással versengve elkezdték, és a felvirágzó német gazdaság nagy pénzigénye, ugye igényelt és a rengeteg pénz, elkezdték irdatlan erővel kitermelni az összes környezetükben álló ezüstbányát, akkor bizony mind a poroszoknál, mind a szászoknál ők voltak a legnagyobb bányák tulajdonosai, tökéletesen kimutatható, hogy elszakadt ezeknek a hozambereteknek a verése a tényleges hozamtól. Magyarán innentől kezdve hazudtak. Ez nekem azért nagy fájdalom, mert több ilyen darabom van otthon, és ezeknél a daraboknál bár rá van írva, hogy hozam, tehát én nem tudom, hogy ez most az első három, amelyik nem hozam, vagy az a negyedik, amelyik hozamból jött ki. Tehát, hogy így mondjam, mindegy, negyedik volt ténylegesen hozamtalér, de mindegyikre az volt ráírva. Azért azt megcsinálták itt is, hogy az adott évben párhuzamosan folyt a tallérok verése, tehát volt egy tallér széria, ami a közönséges tallér feliratot tartalmazta, és volt mellette egy másik széria általában kisebb példányszámban, ami a hozamvereteket tartalmazta. Tehát úgy mellé raknám, hogy amikor minden évben kivertek... Egy a tízhez volt a aránya 19. században, de kivertek egy másfél millió normál tallért egy évben, és ennek a tizedét, tehát ilyen százezres. Hát igen, ezt lehet mondani, így van. Tehát például arra a porosz tallérre, amire mondtam, hogy nem is tudom, 20-valahány éven keresztül évi 50 ezer darabot kivertek, látszik, hogy már nincsen köze a hozamhoz, hiszen akkor nem mindig 50 ezer darab lenne. És valóban ennek körülbelül 200-400 ezer darabot vertek ki a másik típusból. De ott is voltak olyan évek, amikor a hozam fedezte, és aztán voltak, amikor nem. Tehát akkor már élesen elvált egymástól a kettő. Valóban. Az előadásból volt egy kis gond, hogy a folyó és a bányászkodás közötti összefüggés, de az mennyiben erős van, vagy mennyiben nem. 20. század embere ezt eldöntötte. Ha most csinálnának egy érmet, akkor ott van, hogy a folyó partján a döglött halakat szedik ki a ciános technológia következtében. Majd megkérdezzük az ottani bányacéget, hogy a halakat is érdemes-e feldolgozni a bennük lévő ciánért, ami úgy aranyat tartalmaz. Igen, ha egy bányász szemével nézzük, aki dolgozik, az valószínűleg nem fogja bányászatnak tartani az aranymosást, mert ez csak ott állog el valaki a vízbe. Igen, valószínűleg a korabeli bányászok ezt erős értésnek tartották volna. Igen, ezért gondolom, hogy inkább ilyen szakmai féltékenység, vagy inkább szóval nem ismerem el a másiknak. Megjegyzem a dolog érdekességét, tehát akkor az elnézést, hogy tehát azért két fő forrása volt az aranymosásnál az aranynak. Az egyik az, amikor a folyó átvág valamilyen érztartalmú hegységet, és maga kimossa belőle az aranyat. De tökéletesen kifigyelhető a korabeli statisztikákból, mert hogy akkoriban már volt ilyen, hogy annak aranyában, ahogy fellendült az aranybányászat egy adott területen, mint ugye mutattam, ugye az aranyat általában vízi erővel zúzták, vagy az aranyércet zúzták és mosták, ennek nagyon rossz volt a hatásfoka. Tehát ezzel az érzúzással a legjobb hatásfok mellett is általában a ércben lévő aranynak 10-30%-át a víz elvitte. És azt mosták ki. Tehát ez egy egymásra, ilyen értelemben pedig a bányából kijött aranyat szedték elő.
Érdekes volt ez a történet, mert majdnem mindig úgy kezdődött az aranybányászat egy adott vidéken, hogy a folyóban aranyat találtak mosással, és kinyomozták, hogy a környéken hol van az az arany, ami bemosódik a folyóba. Utána ők bányáztak, és aztán azt az élelmesek lent a folyó alján, vagy a völgyben, meg aztán mosták kifelé. Te vonatkozásairól, hogy tudnál leszólni, ismered biztos az etiológiai alapját, és a korábbi időszaknál az Alusbájtékkel, kapcsolatban a magyar történelemben tudod-e a királyokat, hogy mikor adták oda az aranyhetek elektronokat? Hát a sóbányászattal kapcsolatban Alusbájteveretről elvileg, tehát a korabeli vagy a mostani terminológia szerint akár beszélhetnénk is, de gyakorlatban ez lehetetlen, hiszen pénzt csak ezüstből meg aranyból lehetett a korban verni, mondjuk esetleg még részét, tehát sóból nyilván nem. Tehát Alusbájteveretet ilyen értelemben ehhez nem köthetünk. Bányászati tárgyú érmet, tehát ismerünk olyan érmet, ami annak alkalmából készült, hogy a sóbányászat volt nyereséges, de ez nem Alusbájteveret, csak bányászati tárgyú érem. A sobányáknak is volt egy Alusbájti vonatkozása, és a hercegnek oda kellett menni a feltárt sobányába, és beledobta az ezüst gyűrűjét, ebben láthatta tulajdonképpen. Készültem, mert ezt már mondtad. Tehát ez a történet, amiről beszélünk, ez nem egy hagyomány vagy egy bevett szokás volt. Ez az úgynevezett Szent Kinga vagy Szent Gunigunda legendája, aki ugye, mint királylány, egy lengyel királyfihoz lett hozzáadva, és ugye a hozománya az volt, hogy itt nálunk a sóbányákba hátra bedobta a gyűrűjét, mert hogy a bányát kapta ő elvileg akkor ajándékba, és ennek a bányának a jövedelme volt az ő hozománya. A történet Lengyelországba folytatódik, aki elmegy Vielicskára, mind végighallgathatja, láthatja sóból kifaragva, és így tovább, hogy de bezzeg az itt Erdélyben bedobott gyűrűt, az ottani bányászokot megtalálták. Ez is mutatja, hogy mekkora nagy szent volt. Ez egy nagyon aranyos történet, de egyébként direkt utána kerestem. Erre olyan hagyományt nem találtam, hogy egyébként sóbánya vagy bánya nyitáshoz ennek a gyűrű bedobásnak lett volna ezen kívül is valami hagyományszerű vagy ismétlődő kapcsolata. Tehát ez úgy tűnik egy ilyen egyszeri esemény. És a korábbi Alusbájték, amikor a király is megkapta az avatási szertartás érdekében. Hát az egy tisztes ajándék. Hát gondolom bárhova egy király vagy egy uralkodó pár elment, bármilyen jeles alkalmat megnyitott az ajándék dukát, és általában az kapcsolatban volt az ott folyó ünnepéllyel. És ez nem is éve sorolható, mert annak nevezték akkor. Bányászati tárgyi éremnek mindenképpen sorolható, hogyha a bányászatot ábrázolja. Ha az, hogy Alusbájteverete, hát... Hát a tevérből van nyersen. Igen, de nem biztos, hogy ettől, mert erre azt mondanám, csak ez követhetetlen. Tehát mondjuk, ha azt veszem, hogy 6%-os volt a bánya nyeresége, az azt jelenti, hogy az év 365 napján folyó kitermeléséből az első 340 napban azt dolgozták ki, amit eddig beruháztak. Az utolsó 20 napi termés volt a nyereség. Ez meg elvileg a legelső kijövő éremből jövő érem, tehát biztos, hogy nem a nyereség, de ez egy hülye gondolkodásmód, mert végül is bármelyik 6%-át kiverik annak az éremnek ezzel a szöveggel vagy ábrával, akkor az van a hozamból, mert azt már ugyan senki nem tudja a végén, hogy melyik 6% volt a nyereség, és melyik 94, amit eddig beleruháztak az ügybe. Köszönöm, egyéb kérdés, hozzászólás, akkor köszönöm szépen.